Megnyílt a Karácsonyi Történet című kiállítás a Városház galériában. A csütörtökön tartott rendezvényen átadták a képzőművészeti pályázat díjait. A megnyitón köszöntőt mondott Szirbus Gábor alpolgármester. Számomra nagyon fontos, hogy újra a Városházán került megrendezésre ez a kiállítás. Nagyon-nagyon sok szép művet tekinthettünk meg itt az elmúlt percekben. Kifejezetten fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy évről évre növekszik a beadott művek száma. Ez is azt jelenti, hogy nagyon nagy érdeklődéssel van. Ugye közeleg a szeretet ünnepe, és ezzel kapcsolatban érkeztek be a művek, ami tényleg szemedgyönyörködtető. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy látogasson el a Városház galériára, és nézze meg ezeket a szép remek műveket, amit a városban és a város környékén élő gyermekek, általános iskoláskorúak és középiskolások készítettek. A pályamunkákat Karsai Ildikó bírálta el, aki nagyon örült, hogy hosszú idő után ismét a Városház aulája ad otthont a kiállításnak. Az idei pályázati témánk talán nem is volt annyira különleges, hisz ez már nagyon sok esetben megjelent, legfeljebb más megfogalmazásban, viszont a műfaj, amit kértünk, hogy próbáljanak ehhez igazodni, a képregény vagy szalagrajz, tehát gyakorlatilag egy megadott méreten belül egy speciális vizuális megfogalmazása ennek a témának. Ugye sikerlegű munkákat vártunk és kértünk, és meg kell dicsérnem a pályázókat, így ezen keresztül a kollégákat, szülőket, hogy nagyon jól betartották ezt a szabályt. Gyakorlatilag úgy az eszközhasználatban, a méretben, teljes mértékben a kiírásnak megfeleltek. Gyakorlatilag minden pályamunkát befogadtunk. Az más kérdés, hogy magára a kiállításra nem minden munka került ki, ugye a zsűrinek van egy ilyen lehetősége, hogy kiválasztja a legjobbakat, és ezen túl pedig díjazásokat is döntött a zsűri a kiállított munkák közül. Igyekeztünk a díjakat minőségi rajzeszközökkel honorálni a gyanulóknak a munkáját, és hát természetesen egy oklevéllel szeretnénk még jelképesen megköszönni a munkájukat.